csúszéket, szrénckapató. Ó, fajmaszlag, a csúszéket, a szrénckapató, kaszható. Säbel und der Helm von Nikolaus Rini kam in die Sammlung des Erzherzogs Ferdinand von Tirol Ende des 16. Jahrhunderts, weil Ferdinand von Tirol alle bedeutenden Feldherren seiner Zeit um sich versammeln wollte und er selbst zwei Türkenfeldzüge geleitet hat. Daher hat er wahrscheinlich Srini persönlich gekannt, weil in diesem Umkreis der kaiserlichen Feldherren vorhanden war und er wollte unbedingt Srini in seiner Heldenrüstkammer gemeinsam mit 140 anderen Helden aufbewahrt haben. Der Helm und auch der Säbel folgen eigentlich osmanischen Vorbildern. Also entspricht ganz, die Form des Helms entspricht ganz dem Helm, wie wir ihn von Sokolovic kennen, also von diesem Janitscharen, der als Großvezier in Istanbul der wichtigste Repräsentant der Macht neben dem Sultan war. Also hier sieht man, wo die Vorbilder waren. Die Vorbilder waren bei der Spitze der osmanischen Armee. Und der Säbel von Nikolaus Rini entspricht auch ganz genau dem Typus, den wir mit dem Säbel Süleymans auch vorhanden haben. Also hier entspricht er dem Typus des türkischen Sultans. Es verwundert auch gar nicht, weil die osmanische Armee war so dominant. Sie war damals wahrscheinlich die stärkste Armee Europas. Und das war der Gegner, den man zwar gefürchtet hat und gegen den man gekämpft hat, den man gleichzeitig aber auch in einer gewissen Art und Weise bewundert und imitiert hat. Und daher entspricht die gesamte Ausrüstung von Nikolaus Rini eigentlich einem osmanischen Vorbild. Wir wissen deswegen auch ganz genau, dass es das Säbel von Nikolaus Rini ist, weil er auf dem Griff, auf der oberen Griffplatte, sein Wappen trägt. Also daher ist er eindeutig identifizierbar, nicht nur, weil er schon in den Inventaren in Ambras als das Objekt des Nikolaus Rini aufscheint, sondern selbst auf der Waffe ist es eindeutig festgelegt, dass es sich um die Waffe dieses großen Helden gegen die Türken handelt. A 20. században Zrínyi Miklósért több ország küzdött, vagy több nemzet küzdött, küzdöttek a horvátok, akik nagyon magukénak érezték, de legalább ennyire magukénak érezték a magyarok, de a 19. században még az osztrák birodalmi patriotizmus is hőst csinált belőle. Most a 21. század elején ezen már túl vagyunk, most már ezek az országok és ezeknek az országoknak a történetírásai közösen érezhetik Közép-Európa hősének Zrínyit. Tehát a magyaroknak el kell fogadni, hogy egy olyan
kiváló hősről, a szigetvári hősről van szó, aki Horvátországban született. Bár nem tudjuk, hogy mikor, 1508, még a születési időpontja is bizonytalan, de ugye amikor hősi halált hal, akkor tudjuk, hogy 58 évesen hal meg Szigetvár védelmében, valahol Horvátországon van született, és a horvát területekről írja a legkorábbi leveleit, amelyek itt a levéltárban fennmaradtak, tehát Zágrábban, Ozajban, és a Gvozdanszkóban, és nyilván Zrínvárában is keltek annak idején levelei, tehát horvátországú gyökerű, aki aztán a Karlovics családdal, az egyik legjelentősebb horvát családdal kerül nagyon szoros kapcsolatba, és szerzi meg az 1531-ben a Karlovics örökséget, tehát egy horvát gyökerű, horvát grófi származású, horvát birtok együttessel bíró, sőt 1543-tól horvát felesége, Katarina Frankopán, ugye a horvát elit meghatározó tagjával házasodik. De a horvát gyökér sosem szakad el, viszont van egy nagyon jelentős északra vonulás, mondhatnánk Zrínyi. Az úton, amelyet bejár, abban van egy följebb-följebb költözés, ez mind földrajzi, mind pedig karrier és politikai tekintetben. Ami a birtokait tekintve meghatározó, hogy föladja a horvát birtokokat, részlegesen legalábbis, tehát van egyfajta stratégiaváltás északra, 1546-ban megszerzi Csáktornyát, Zala megyében, a Mura közben, ugye az akkori Magyarország, ma a Horvátország területén jelentős uradalmat szerez, nem feltétlenül törvényes módon, de a korban ez belefér, tehát van egy nagy horvát birtok együttese, de miután az az 1530-as évekre állandó török fenyegetettségbe kerül, megszerez egy stabil, a védettebb hátországban lévő birtok együttest, de ez még nem elég, 1557-ben megszerzi Vas megye déli részein fekvő Monyorókeréket, ezzel még északabbra kapaszkodik fel. Tehát míg a Batthyányiak egészen északra mennek, és az erdődiek is jönnek fölfelé, Zrínyi Miklós úgy halad Magyarországra, úgy szerez magyarországi birtokokat, hogy mindig meglegyen a kapcsolat Horvátországhoz és a horvát-szlavon területekhez. Ráadásul ezek az új birtokok Magyarországnak azon a részén fekszenek, amelyek a Steyr tartományhoz is közel vannak, tehát az osztrák-horvát határrégióban szerez birtokokat. Ez ugye a birtok együttes váltás, és délnyugat Magyarországon megszerzi Csurgót, tehát a Dunántúlon is jelentős birtok együtteshez jut, így Zala, Somogy és Vas megyében birtokos lesz, és az 1540-es évek második felére valójában Magyarország legnagyobb birtokosai közé lép. Ez óriási váltás. De följebb megy tisztségben is, ugye 1529-ben egyszerű lovaskapitányként kezdi Bécs védelmében, majd 1541-ben elesik a történeti magyar állam, horvát-magyar állam közös fővárosa, mondhatjuk Buda, és 1542-ben van egy visszafoglalási kísérlet, Pestet és Budát megpróbálják visszafoglalni, itt az egyedüli hős tette Zrínyi hajtja végre, aki a kitörő pesti törököket megüti és sikert ér el. Ez a vitézség, mind a bécsi, mind a buda alatti vitézség fontos szerepet játszik abban, hogy horvát bánná kinevezik. Tehát alapvetően nem gazdasági szakember, nem diplomata, nem is igazi tudós, mint a vagy költő, író, mint ugye a dédunoka, hanem vérbeli katona, vérbeli politikus, aki azonban nagyon elkötelezett, és az elkötelezettségében és a karrier sikerében talán néhány dolgot érdemes kiemelni. Az első, hogy megingathatatlanul Habsburg párti. Akkor is, amikor részben kegyvesztett az 1530-as években az udvarban, vagy akkor is, amikor még nem támogatják a török elleni kicsapongásait vagy akcióit, és próbálják vissza-vissza húzogatni, ő akkor is hű maradt. Tehát míg az 1530-as, 40-es években a magyar politikában sok az átálló, akik Szapolyéhoz vagy Szapolyi János fiához csatlakoznak, Zrínyi a horvát elit többségéhez hasonlóan mindvégig hű maradt, és ez alapvetően meghatározza a pályáját. A másik az elkötelezett török ellenesség. Ugye ne feledjük, a nagyapja 1493-ban az Udbinai csatában halt meg, tehát amit 1566-ban megismétel Zrínyi a hősi halált, az a családban már megvolt, tehát van egyfajta családi tradíció, és
vérbeli katona, akinek az egész élete a török határmenti küzdelemhez kötődik, tehát és ehhez akkor is kötődik, amikor Horvátszlavon bár, és akkor is kötődik, amikor már Magyarországon szerez birtokokat, és 1561-ben maga kéri a szigetvári kapitányságot, ami a korban elég furcsa és szokatlan. Tehát van egy magyar főméltóság, benn vagyok az ország első 5 emberében, de én megyek a végekre. Kérdés az, hogy valójában mit is védtek Szigetváron 1566-ban a katonák? Egyáltalán mire való egy végvár a kora újkorban, hiszen mindenki előtt ott vannak a bástyák, ott van az ostrom, így nőttünk föl ifjúsági regényekben, akár horvát gyermekek, akár magyar fiatalok, de hogy valójában ez hogyan is zajlott, ez erről kevés szó esik. Kikből állt ez a katonáskodó réteg, kik azok a vitézek, akik nap mint nap kockáztatták az életüket a végeken. Ugye a korabeli nemesek a döntő többsége olyan kis nemes volt, akik egy-egy udvarházban laktak a családi birtokokon, itt Baranyában, Tolnában, a Dél-Dunántúlról beszélünk, vagy a Dráván túli területeken, az akkori Szlavóniában, Körös megyében, vagy éppen Pozsegában, akiknek menekülniük kellett az oszmán előre nyomulása. Hova menekülnek? A család általában elmegy egy védettebb északi területre, megpróbálnak új életet kezdeni ott, ahol nem kell rettegniük, azonban a birtokokról nem akarnak lemondani. Mi történik ilyenkor? Általában katonai szolgálatot fog vállalni a család egyik férfi tagja, a családfő, akár több lovassal hozza magával a szolgáit, megpróbál királyi zsoldba kerülni, vagy éppen egy olyan főkapitányi szolgálatba, akik itt építenek ki valami szilárdabb rezidenciát, tehát mondjuk a szigetvári kapitány zsoldjába, vagy a Horvátszlavon bánnak a zsoldjába, és az ő szolgálatában a hazát is védve, de a saját birtokait is szeretné rajta tartani a kezét, szeretné rajta tartani a szemét. Budina Sámuel nagyon találóan fogalmazza meg Szigetvárnak a szerepét a Dél-Dunántúlon. Azt mondja róla, hogy egész Szlavónia és egész Dunántúlnak a legerősebb bástyájáról fog ő most beszélni, amikor Szigetvár ostromát mondja el. Azt gondolom, teljesen találó ez a jellemzés. Ugyanis Szigetvár nem pusztán a dél-dunántúli hódításoknak szabott gátat 1543 és 1566 között, hanem amikor ereje teljébe került a vár az 1550-es, 60-as években, akkor a szigeti katonák azok valójában a dráva száva közén is mindennapos vendégek voltak, fenntartották a keresztény jelenlétet, adóztattak, és így ott is segítették az oszmán előre nyomulásnak a lefékezését az ott kiépülő szlavon védelmi rendszerben, amely Kaproncára, Szentgyörgyre támaszkodott elsősorban. Hogy kik is voltak személy szerint jelen, ugye nem lehet név szerint felsorolni őket, de azt látjuk, akiknek a neve fennmarad az 1540-es évektől fogva, hogy ez egy különleges olvasztó tengely a végvári társadalomnak nemzetiség szempontjából.